Köszöntöm az életreceptek nézőit. Most tulajdonképpen az előző adásunk témáját folytatjuk. Fel is hívom a figyelmüket, hogyha nem látták, feltétlenül nézzék meg az előző adást. Ott a meddőségről volt szó, és én tudom, hogy a mi korosztályunk már jócskán túl van ezen az időszakon, de a környezetünkben biztos, hogy önök is találnak olyat, akinek nagy segítség lenne, ha erről a témáról hallana, és megnézni akár ezt a beszélgetésünket, amit dr. Tihanyi Istvánnal ugye már rögzítettünk. Én is üdvözlöm a kedves nézőket, és igen, ajánlom, mert ez egy olyan téma, amit a múltkor ezt ki is fejtettük, hogy nagyon nagy százalékban érinti a házastársakat, a fiatal házasokat, tehát ugye eléri a 20%-át a fiatal házasoknak. Nem is mernek kezdetben orvoshoz vagy szakemberhez fordulni, hanem szinte úgy toporognak egy helyben is olyan tanácstalanok, tehát nézzék meg ezt az előző adást, mert ehhez kapcsolódik ugye most a mai témánk, a terhesség, vagy az áldott állapot. Ez a kifejezés, hogy más állapot, amikor már megfogant a kisbaba, és ugye már ott hordja az édesanyja a szíve alatt, hogy mit is jelent ez, hogy más állapot? Találó a magyar nyelv, mert egy más állapotba kerül a fiatal anyuka, hiszen itt már a szervezete ténylegesen átalakul hormonálisan is. Tudjuk, hogy a immunrendszere is egészen másképp kezd működni, és hát ugye egy új életnek kell biztosítani az ellátást. Tehát minden, ami fontos ahhoz, hogy ez a magzat jól fejlődjön, ezt az édesanyának kell megadnia. Tehát tulajdonképpen az egész életvitele, ma most ilyentől a perctől kezdve a leendő, születendő baba érdekében módosul, és hát ez, erre vigyázni kell, hogy hogyan módosítja, hogy az ténylegesen áldott legyen ez az állapot, és nem terhes. Ha nagyon tudatos egy kismama, elkezd gondolkozni, hogy mit kell másképp csinálni, mi az, amit csinálhatok, amit eddig csináltam, de mi az, amit nem csinálhatok, vagy nem ehetek, amit eddig ehettem, vagy eddig csinálhattam. Tehát egy csomó tanácstalanság. Tehát ha egy kicsit az életmódról... Semmiképpen se hagyja abba a mozgást. A mozgás talán csak ugyanúgy, mint minden más, egy kicsit átformálódik, átalakul. Tehát rendszeres torna mozgás szükséges, ha csak nincs ennek valami orvosi ellenjavallata, akkor, tehát veszélyeztetett terhesség például, akkor folytathatja teljesen ugyanúgy, akár a sportolás, vagy más mozgással járó gyakorlatokat, jobban odafigyelve természetesen a magzatára. Nagyon sokat számít a mozgás, tehát pozitívan befolyásolja a kismama és a magzat fejlődését egyaránt, a kismama egészségét, szülésre felkészít. Tehát a rendszeres torna az szükséges, ha van valami aggája ezzel kapcsolatban, fél, akkor nyugodtan forduljon szakemberhez, aki speciális kismama tornákat, akár hónap, annak függvényében, hogy hányadik hétben van pont a kis a magzat, tehát annak függvényében megfelelő tornagyakorlatokat fog ajánlani. Még akár az is szóba jöhet, hogy mondjuk egy fiatal nő nem mozgott rendszeresen, nem sportolt rendszeresen, de tudatában van, hogy a testének és a leendő kisbabának szüksége van mindarra, amit a mozgás jótékonyan a szervezetére hat, tehát akár az is lehet, hogy akár most kezd el mozogni? Hát nem ez az időszak, amikor el kell kezdeni a tornát, a mozgást. Inkább azt mondanám, hogy folytatni. Ha
a kismama eddig nem mozgott, nem sportolt, nem volt semmilyen aktív életvitel iránti érdeklődése, akkor érdemes ebben az esetben szakemberhez fordulni, aki hát úgynevezett kismama tornát fog előírni, és természetesen itt ennek is vannak különböző variációi, tehát egy edzett személynek, meg egy olyannak, aki még eddig nem tornázott. Ugye, amikor valaki várandós, hát vannak ezek a tévhitek, hogy kettő helyet kell enned, kívános vagyok, és csak savanyú borkát csokival, ugye, ez ilyen extrém dolgok is előállnak. Tehát az étkezésben, hogy alakítsa az étkezését egy babáját váró leendő anyuka? Hát, értsük, és miért változik meg az igénye az anyukának? Hát ugye, ahogy mondtam, kell építeni egy új életet, egy új testnek kell biztosítani a nyomelemeket, vitaminokat, fehérjét, zsírokat, olajokat, tehát tulajdonképpen minden építő anyagot. Emiatt megváltozhat az étvágy, sőt, nőhet az étvágy. Vannak esetek, amikor pont ellenkezőleg nem bír enni, nem tud enni, tehát megvan a úgynevezett terhességi hányás, hányinger, ami hát eléggé megkeseríti ezt az áldottnak. Hát ebben az esetben nem annyira áldottnak érzi szegény. Van. Érdekes, hogy itt is valaminek a hiánya okozhatja ezt az állapotot, tehát érdemes pótolni. Például bizonyított, hogy a terhességi hányást csökkenti jelentősen a B6 vitaminbevitel és a K-vitamin. Úgyhogy ez a két vitamin, a K-vitaminra nem is gondolnak, pedig a B6 mellé nem csak magnéziumot, mert annak is van ilyen szerepe, hanem K, a vitaminok közül a K-vitamint is pótolni kell, és akkor nagyobb eredménnyel csökkenthetjük a terhességi rosszuléteket, hányásokat. Tehát ez is egy hiányra utal. Terhesség alatt megnő az étvágy. Hát miért nő meg? Szintén jelzi a szervezet, hogy valamire szükségünk van. Hogy jelez? Tehát bevitelt követel, ugye, hogy ebből majd kiválassza azt, amire szüksége van. Előző adásainkban valahol már említettem, hogy mennyire más ma már a talaj, és emiatt az étrendünkben is kevesebb nyomelem, elsősorban nyomelem kerül, de a vitaminok és kimondottan a nyomelemek hiányával kifolyólag kevesebb mértékben vannak. A szervezet jelzi, hogy hiányom van. Várandóság alatt a vas és a folsav szükséglete kétszeresére nő. Tehát kétszeres mennyiséget kell bevinni mind a kettőből. Hogyan tudjuk bevinni, tehát növeljük a táplálékbevitelt. De ez nem feltétlenül jó ötlet, hiszen a táplálékor rengeteg plusz kalória kerül be. Tehát ahhoz, hogy pótolni tudja a kismama a szükségleteit, lehet, hogy 4-5 ezer kalóriát kell fogyasztani a naponta. Ez rengeteg. Mihez vezet? Az elhízáshoz. Az elhízás pedig az már bizonyítós, hogy az elhízás az betegség. Tehát az magával hordja a kockázatokat. A cukorbetegség kialakulása, vagy inzulinrezisztencia kialakulása legalább. Akkor mindenféle pajzsmirigy problémák kialakulása. Megnövekedett testsúllyal nehezebb a mozgás. És ugye bekerül egy ilyen ördögi negatív körbe, ami semmiképpen sem segíti, inkább csak megnehezíti ezt az időszakot. Próbáljuk vitaminok és nyomelemek pótlásával. Mindegy, hogy milyen vitamint, ugye ez egy örökös dilema, hogy most jó vitaminok, de hát rengeteg van, bemegyek a gyógyszertárba, és rengeteg vitamin van, terhességi vitaminok mások. Tehát azok már erre az időszakra
vannak szabva, a bennük lévő mennyiség, és hát nem utolsó sorban a minőségük és ezeknek a vitaminoknak, egészen más. Lényeg, hogy ezek mind minősítettek legyenek. Akkor hangsúlyozzuk azt, hogy egy kismama igenis vegye a fáradtságot, állítson össze magának étrendet, tehát ne engedjen annak a csábításnak, vagy annak a népi hiedelemnek, hogy na most végre annyit és azt teszem tejszínhabos tortából, amennyit csak akarok, mert hát ha nem is saját magára, de gondoljon a benne növekvő kis lényre, hogy az ő egészsége szempontjából bizony hátrányos, és az imént felsoroltak a túlsúlytól kezdve és annak következményeiről, ugye? Tehát, hogy... Így van. Meggondolatlanul nem szabad táplálkozni, hanem nézzen utána, kérjen tanácsot dietetikusoktól, szakemberektől, orvosoktól, és annak megfelelően táplálkozzon, nyomelem és megfelelő vitaminpótlásban gondolkodik, nagyon helyes, mert hát ez szükséges, ugye ezzel lehet minőségének feljavítani az ételünket, a bevitt ételünket. Ezek viszont ellenőrzött termékek legyenek, amelyek klinikailag kiárták a próbát, és a legtöbb akár terhességi vitamin az ilyen. Ugye a Finklub készítményei is ilyenek, hogy komolyan tesztelt és gyógyszer minősítésnek megfelelő ellenőrzésnek vetik alá. Ugye a vas az végül is mire szolgál? Vagy miért kell abból dupla mennyiség? És miért ezt a vast ajánljuk? Ugye a vas az elsősorban a vörösvérsejtekben oxigénhez kapcsolódik, és akkor ebből és a vas segítségével képes a vörösvérsejt oda szállítani az oxigént, ahol szükség van rá. Oxigén nélkül nincs élet. Hát az oxigén az minden anyagcsere folyamatnak a legfontosabb része, és ilyenkor ugye az anyagcsere felgyorsul, több oxigénre van szükség, tehát ebből kifolyólag megduplázódik a szervezet, a kismama szervezetének a vasban való igénye. Ha kevés a vas, akkor gyengébben fejlődik a baba, a kismamának akár kemény fejfájásai, gyengeség, ájulás is akár lehet, hajhullás terhességi elég gyakori. Általában esetek többségében pont ez a vas hiány áll a hátterében ezeknek a problémáknak. A Finklub vasa tisztán növényi vas, és nyomelemek és vitaminok, de növényi eredetűek. Növényi eredetű méghozzá elsősorban, mint a képen is látható, ribiszke. Hát ismerjük a fekete ribiszke, vagy ribizli pozitív hatását a szervezete, rengeteg C-vitamin tartalmaz, vitaminokat, B-vitaminokat, amelyekben szintén, ha nem is kétszeresére nő az igény, hanem akár 25%, 25-30%-kal, például a B12 vitamin, ami szintén a vas felszívódásához szükséges. Ha például kevés a cink bevitel, akkor akár koraszülés alakulhat ki. Érdekes, hogy a koraszülést késlelteti, vagy gátolja a omega-3 halolajbevitel. Tehát tulajdonképpen látjuk, hogy ilyen kiegyensúlyozott táplálkozásra van szüksége a kismamának, és az ilyen fontos vitaminok, nyomelemek, meg omega-3, amiben már hányszor említettük korábbi adásunkban, hogy mennyire fontosak ahhoz, hogy megőrizzük az egészségünket, vagy megtámogassuk az egészségünket, hát hol van rá nagyobb szükség, amikor
ez az egészség nem csak a kismamát érinti, hanem a leendő, születendő gyermeket. Tehát nagyon fontos, hogy harmonikusan fejlődjön az anya méhbe, és hát tényleg, ahogy mondtad, áldott legyen ez az állapot. Ugye én már régen voltam kismama, igen régen, és nem emlékszem, illetve nem tudom, hogy ma ez hogy van, mert nyilván labor, rendszeres laborvizsgálaton nézik a kismama állapotát, mármint, hogy miben van hiánya, ugye? Tehát mert azért nem lehet ezeket csak úgy ész nélkül, meg hasamra ütve. De nem ám, mert ha bizonyos nyomelemekből, de elsősorban vitaminokból, különösen az olajban oldódó vitaminokból túladagolás lépt fel, akkor ez éppen olyan káros lehet, mint a hiánya. Aha. Tehát érdemes rendszeresen járni ellenőrzésre, vérvételre, tanácskozni dietetikussal, az orvosával, akár belgyógyászsal, akár a nőgyógyászával, de azért a kismamákat kérem, hogy ne szégyeljék megkérdezni a szakemberektől, hogy mit tanácsol, mire van szüksége, esetleg milyen vizsgálatokra van szüksége ahhoz, hogy kiderítsük, hogy helyes-e az az életvitel, amit folytat, nincs-e valahol szükség valami kis pótlásra vagy korrekcióra. Mert ez az időszak, ez csak 9 hónap, és nagyon-nagyon el lehet rontani. Hát egy egész életet el lehet aztán. És innentől kezdve egy egész életet el lehet rontani. Tehát ez. Itt van az utóbbi években számomra is nagy kedvencé vált, mert megértettem, hogy miért fontos a D-vitamin pótlása. Na most akkor az áldott állapot, vagy a terhesség időszakában megint csak szóba kerül a D-vitamin. Hát rendkívül fontos a D-vitamin, mert hát a szükség van D-vitaminra. A hormonrendszertől kezdve a csontritkulás, a csontépítéséhez, hát ugye nem a babának pont a csontépítését, nem, az a, hogy, és hogy ne az anyai a szervezet szenvedjen hiányt, mert a baba azért elsősorban elvonja azt, amit kell, hogyha nincs máshonnan, akkor az anya szervezetéből vonja el. Elsősorban ez a kálciumra, nyomelemekre vonatkozik, de a vitaminoktól is megvonja az anyukát, inkább a felnőtt, tehát az anya szervezet fog először jelezni, hogy hiány van, mert a magzatot azt a természet úgy védi, hogy ő csak a végső esetben fog hiányt szenvedni valamiben. Ezért kell állandóan ellenőrizni, és az anyai vérvizsgálatok, orvosi vizsgálatok alapján meg lehet állapítani, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy kiegyensúlyozott legyen ez a 9 hónap, és egy egészséges babát hozzon a világra. Az omega-3-ról nagyon sokat beszéltem, ugye, hogy az egy korábbi előadásokban, ahogy a klímax időszakában nagyon fontos autoimmun problémákkal, vagy valami más gyulladással állunk szembe, a nagyon fontos, mert gátolja a gyulladásokat. A halolaj több anyagcserébe nagyon fontos, a bőr, tehát nem csak az egészség, hanem a bőr, a haj a állapotát is javítja. Érrendszer, kapillárisok, tehát ugye a hajszálerek, azt mondja a kínai közmondás, hogy ha egészségesek a hajszálereid, akkor hosszú életű vagy. Pont ezt biztosítja a kellő mennyiségű halolaj bevitele. És a halolajból legalább 3-4 annyit kellene fogyasztanunk, némely kutatók szerint 20 annyit kellene fogyasztanunk ahhoz, hogy egészségesek legyünk, hogy egyensúlyban legyen a szervezetünk. Akkor ez a kisbabavárásnál szintén nagy hangsúlyt kap. A kisbabáknál bizonyított, hogy azok a kisbabák, akiknek tehát az anyukájuk
még a terhesség idején kellő mennyiségű omega-3 olajat fogyasztott, egy nem születnek korán, tehát megszűnik a koraszülés, nagyon nagy mennyű, 70%-kal csökken a koraszülés. Akkor egészségesebbek lesznek, jobban fejlett a központi idegrendszerük, kiegyensúlyozottabb, tehát a vegetatív idegrendszert is jobban egyensúlyba képesek tartani, akkor a immunitásuk jelentősen jobb, mint azoknál, akik pont ebben hiányt szenvedtek, gyorsabban vészelik át a betegségeket, vírusfertőzéseket, vagy meg se kapják, és még az allergia ellen is véd, tehát jelentősen csökkennek a mindenféle allergiás tünetek, akár bőrallergia, akár léguti vagy más jellegű allergiák. Hogy egy picit konkrétan mondjuk, akkor az omega-3-ból hány, mennyit kell? Omega-3-ból legalább 1500 mg kell naponta, de akár a 3000-ig is elmehet. Tehát az szerintem az az 1500, ez egy jó, óvatos megközelítés. Én nyugodtan javaslok 3000 milligrammot naponta. És akkor az imént említett D-vitaminból? A D-vitaminból, hát ez annak függvénye, tehát ezt lehet mérni a D-vitamin szintet, de általában a minimum a 2000 nemzetközi egység, ami pont megfelel egy Vita D3 kapszulának. Ez egy nagyon jó minőségű D-vitamin, ami kipróbáltan, tehát olajba oldott állapotban van kapszulába, és nagyon könnyen felszívódik és hasznosul. A lényeg, hogy ezek a vitaminok mind nagyon tiszták legyenek, és a kapszulának se legyen semmilyen negatív hatása az anya szervezetére, se a magzatra természetesen. A harmadik készítmény? Az omega-3 benne van ebbe az úgynevezett sapkás cápába. Ugye mi sokat beszéltünk a cápamáj kivonatról. Na most ez a biomaxin, ez tiszta, minőségi halolajat tartalmaz. Benne van a halolaj, és benne van a cápamáj kivonat is. Aha. Tehát ez egy együttes, egy kombinált szer. A halolajra nagy szükségünk van, ugye, de még a folyami halak húsa is higannyal szennyezett, nem is beszélve a tengeri halak húsáról, ezért nem is javasolt heti kétszeri alkalomnál gyakrabban fogyasztani halat, hogy hozzájussunk ehhez az értékes halolajhoz. Valamikor inspiráltak minket, hogy tömjük magunkba a halat, és ez kiderül mára, hogy mennyi veszélyt rejt, hogyha hát, nem ellenőrzött. Igen, mert, vagy... hát, nem ellenőrzött, és hát a halak többsége ma már nem lehet szinte ilyen higanymentes halat kapni. Ha csak nem tudjuk biztosan a forrását ennek a halnak, tehát ezek mélyvízi halak. A mélyvizek még viszonylag egyelőre tiszták. Tehát a mélyvízi halak olaja tiszta, nem tartalmaz higanyt, és a finn gyártó erre kényesen ügyel, hogy tiszta, káros hatóanyagot nem tartalmazó terméket bocsásson a piacra, és ezért mélyvízi cápa és mélyvízi csillei, mélyvízi halak olajából készül a Biomaxim kapszula. A cápamáj vonatkozása a terhességhez. Tehát ugye az immunrendszert erősítő, erről beszéltünk, daganat ellen, stb., de itt a legfontosabb, hogy az anyatejben és a cápamájban egy és ugyanaz az anyag van, az alkilgliceril. Ez az alkilgliceril, ez biztosítja az anyatej immunitást növelő szerepét, tehát a magzat, ugye, nem a magzat, már az újszülött az anyatejjel kapja meg, különösen az előtej, stb., kapja meg az
első védettséget, mert ott még nem alakult ki a vérben egy védettség, tehát még nincsenek antitestek, hanem az anyatejből az alkiglicerül biztosítja ezt a védelmet. Vírusok, baktériumok, stb. Mindenféle kórokozók ellen. A érdekesség, hogy az anyatejben van alkiglicerül, úgy látszik ez kellő mennyiségű, de a cápamájban 300-szor annyi van, úgyhogy ez az egy kapszula csak egy ilyen minőségi löketet biztosítja az anyatejnek, és ezáltal a védettséget nyújt a kisbabának. Nem csak terhesség esetén kell elkezdeni a vitaminpótlást, hanem nagyon fontos, hogy legalább néhány hónappal a fogamzás előtt már elkezdjünk gondoskodni a leendő babáról. Tehát elkezdjük az ő egészségét már vitamin és nyomelem pótlással úgymond építeni, előkészíteni. Nem is félretéve azt ugye, hogy amit az előző adásban nagyon szépen kiveséztünk, hogy ettől a terhesség is könnyebben jön létre. De például a velőcső, tehát a központi idegrendszer velőcső záródása 28. napon már befejeződik. Tehát hogyha és a vitaminok kellő szintre csak körülbelül egy hónap múlva emelkednek a vérünkbe, akkor érik el azt a kívánt szintet, ami már egy jó fejlődést biztosít, jó védettséget biztosít, stb. És hát ha mi ezt akkor kezdjük el, még nem éri el, és nem éri el a védelmet nyújtó szintet, és ezért az ilyen vitaminhiányok nagyon sokszor pont az idegrendszer fejlődésében nyilvánulnak meg, és ha időbe kezdi el, az bizonyított, hogy akkor akár 70%-kal csökken a velőcső záródási rendellenességek száma. Ez a nyitott gerinc a velőcső? Hát nyitott gerinc, de itt még... ez ugye, egy előző ez szakasz. Ebből fejlődik ki utána az egész idegrendszer, és ha itt valami probléma van, akkor az körülbelül azt jelenti, hogy különböző idegrendszeri problémák várhatóak. Hát ez nagyon fontos, hogy ezt elmondtuk, és akkor én megint így hozzáteszem azt, hogy mennyire tudatosan kell előkészülni egy baba vállalására, és hogy mennyire tudatosan kell a szervezetet az édesanyának, de akár az édesapának is, hát azért valami szerepe, valamit ő is hozzáad a történethez, nem? A fogantatás előtt nagyon fontos szerepe van a apának, tehát hogy egészséges legyen az apuka, mert akkor a spermiumok is egészségesek, ugyanígy a vitaminok és nyomelemek pótlása fontos, és később meg hát egy gyermekneveléshez egészséges szülőkre van szükség, tehát nem feltétlenül csak az anyuka, hanem az apuka is. Köszönöm szépen, ez végszónak is jó, mert mindig csak a nőkről beszélünk, és fontos, hogy tényleg egy kisgyereknek egy édesapára épp úgy szüksége van, mint egy édesanyára, úgyhogy köszönöm szépen a mai rendelést, doktor úr, be is fejezzük. Én is köszönöm. Önöknek is köszönöm szépen, és ha korombeliek nézték ezt az adást, akkor nagyon kérem, hogy figyeljenek a környezetükben élő fiatalokra, akik babavárás előtt vannak, vagy éppen már a babavárás időszakában, adják át ezt az információt, vagy egyszerűen javasolják nekik, hogy nézzék meg ezeket a beszélgetéseket. Köszönöm szépen, viszontlátásra!